Sziasztok! A mai videó az egy olyan videó lesz, amit még sose csináltam, tehát ez az első ilyen fajta videó, és arra gondoltam, hogy megcsinálom, ugyanis közel van már az az érettségi, és nem tudom, mennyire fogjátok ezt a videót nézni, mennyire lesz sikeres vagy sem, de arra gondoltam, hogy csinálok egy olyan videót, ahol ugye én is dolgozom közben, és alárakok valamilyen vagy relaxáló zenét, vagy valamilyen klasszikus zenét, nem tudom még pontosan, hogy milyen, mert ugye én legjobban, még annó régebben is, de legjobban az ilyen nyugtató, relaxáló zenékre tudtam mind tanulni a legjobban, mind dolgozni a legjobban. Így én ilyen zenét fogok a videó alá rakni, legalábbis ilyet keresek, remélem találok majd. Pont ezért arra gondoltam, hogy talán neked is tetszik majd ez a fajta zene, és jobban tudsz majd koncentrálni így az érettségi előtt, ugyanis itt vagyunk a hajrában. Nincs olyan messze az érettségi, és sok olyan videót láttam, ahol így a háttérben ugye nézheted azt, ahogy mások is szenvednek és tanulnak, vagy dolgoznak, és ez úgymond erőt ad neked is arra, hogy ugye ebben a karantén időben, amikor otthon van mindenki, és ülsz a gép előtt, vagy a tankönyved előtt, és próbálsz tanulni, akkor háttérbe ott megy egy másik videó, amin ugyanazt látod, hogy a másik ember is ugyanúgy próbál tanulni, ugyanúgy tanul, készül, és ugye akkor ezáltal így egy kis erőt és inspirációt ad neked, hogy amikor már ott tartasz, hogy Jézus Máriám, a 86. évszámot próbálod megtanulni, de nem jegyzed meg, de fontos lenne, akkor de már ott vagy, hogy hagyod az egészet a francba, mert teljesen kiborultál, akkor ránézel, és akkor azt mondod, hogy jó, igen, egy kis erőt ad, és akkor visszaülsz, és akkor folytatod tovább, és te is tanulsz tovább. Ennek a videónak nagyjából így ez lenne a célja, hogy inspirációt meg erőt adjon ahhoz, hogy tovább tud folytatni a tanulást, és ne add fel, és igenis csináld meg, mert tényleg közel van az érettségi, és fontos, hogy az jól sikerüljön, és nagyjából így ennyivel tudok hozzájárulni ahhoz, hogy jobban sikerüljön, vagy sikeresebb legyen, vagy nem tudom én. Mindahhoz, amin én is annó keresztül mentem, hidd el, én se szerettem az érettségit, senki se szereti az érettségit, érettségire való felkészülést még kevésbé szerettem, és szerintem az emberek még kevésbé szeretik, így fontos az, hogy legyen egy támasz, egy támpont, egy bármi, ami kis erőt és inspirációt ad ahhoz, hogy kitartsunk, vagy kitartsál így az utolsó időkben is. Remélem tetszik a videó, és remélem, hogy nagyon jól sikerül az érettségid majd, és felvesznek oda, ahova szeretnéd.
Na, nálam az első menet az eddig tartott. Most tartok egy kis szünetet. Szerintem te is tartsál szünetet, mert igenis rád fér, és ügyes voltál. Majd 4 óra, max. Fél óra múlva, de ülj vissza, és jöhet majd a következő ilyen turnus, amikor megint tanulunk, megint tanulsz, és csak kitartást, hajrá, nincs sok hátra, tehát hidd el, menni fog. Szóval majd tarts egy kis szünetet, nézd meg a kedvenc sorozatodból egy részt, egyél, igyál, pihenj egy kicsit, aztán majd jön a folyt köv. Szóval sok sikert, és hidd el, menni fog. Szia!